Hát itt meg mi történik, mi folyik ki? Ez is egy dízelvet látó. Mi az az? Adánom. Nem tudom átérni, mi az az az. Én most látom, hogy a Mihály. Aha, ja, hogy egy... Ja, hát nézd, ahol a papok táncolnak, ott a misi. Aha, ahol a pap... Ahol a papok táncolnak. Ennek, hogy elpuposzkodunk az előkelő koboltportszívóval? Mint egy amerikai. Mint egy... Ezt már rányomja a turbót. Ezt már rányomja. Misi, milyen ez az új portszívó? Te mit szakmailag? Imádom. Komolyan? Amúgy tényleg. Tehát ez... Nincs kanóc, nincs izé, nincsen. Tényleg. Már mint kanóc az a zsinór, ugye? Igen, azt meg nincs a nagy izé, portívó cső, meg nem tudom, nem akadok bele semmibe. Jövök, megyek. És érzed, ahogy porolja a szőnyeget? Meg hogy átvált a parkettán? Ezt amúgy nem. Pedig így ütöget jár. Hát azt, meg azt igen, de ezt nem. Ja, hogy a, ja, hogy a többi, aha. Lehet, hogy ez nem tudom, másodon ötékeli, vagy fokalmas. Ez valamiért. Nem. És hogy nem kell lekapcsolni, ha leállítod. Tudom. Érted? Csak rálép, igen, igen. Beindítod, és visszahajtod, és megáll. És te elintézed a telefont, meg... Hol az ajándékom? A születésnap, Missi. Még kell a tészta. Ja, tortát szó. Igen. Nem zavarlak, nem akartalak föltartani, de látom, hogy nagy, annyira, és olyan szép ez a porszívó, és remekül áll, és hozzáöltözöl. És úgy látom, hogy ez a, és ez a prostituált, meg fölfeküdt egy fotelba. A saját maga. Gríz! Te fölfeküdtél egy fotelba? És miért nézel bánatos kutya tekintettel? Nem történik semmi. Nézzem, nézd ezt, na, ez milyen? Szászplántos cukor, Missi. Milyen jó, mint egy festmény, úgy mutatta a virágok mögül. Mihály, hol az ajándékom? Indigo, tündigo, let it go, indigo, indigo. Drága aranykövető rajongó, ha szeptember, akkor Frozen. Semmi más, csak Elsa lehetett. Jól van, Erzsike, vezessél rendesen. És itt gyönyörű Frozen-es képeket találhattok. Lesz-e naptár jövőre? Jó találgatást! Drága aranykövető rajongó, elnézésedet kérem, te azt hiszed, hogy ugye én betűntem, és nem tűntem el. Anyukám, itt vagyok, te olyan teljes életnagyságban, hogy nem igaz. Csak most azon vagyok, hogy a dugót miért nem títsa be a kormány. Títsa be a dugót. Egyszer és... Már a telefon már betiltotta. Te lesz már mindenbe, te is úgy beleszel tiltva, anyukám, hogy utcára nem megy el. Anyád úristenit. Csúnyát mondod, viszlek el. Hát mit képzel? Kirúgunk! Tiltsa, betiltom a kocsmát is, anyátok! Ja, elnézést, nem láttad, csak egy kocsma mellett mentem, mert be akarom tiltani. Figyelj már ide, kicsit találgassál már, hogy mit kéne még betiltani, mert most ha iskolába betiltsák a telefont a gyerekeknek. Anyád nem érett téged egyszer többet. Utána most már betiltsák a tanároknak, korlátozzák, ő sem telefonál. Te már nem hívogatol senkit, érted? Mi a Istennek kell ez a hülyeség? Szabályok kellenek, rendesen. Kordába tartva mindenkit, anyuka. Nem azért van a rendeleti kormányzás, hogy te így telefonálgassál. Let it go, tündigo, indigo. Bocsáss meg, néha kikapcsolok. Bocsáss meg, már ledobtam az Elzát magamról egy pillanat alatt, és nagyon gondolkodom, hogy mit kéne még betiltani, mert most azon kívül, hogy a gyerekek... Először is betiltom azt, hogy átmenjél a zebrán, anyád úr is. Elnézést, egy kis átmentem. Tedd el a mobilt! Anyád úristenit! Az anyjával volt, az hagyja a mobilt neki. Hát nem érti, hogy be van tiltva az iskolába? Ki leszel rúgva? A tanár is ki lesz rúgva? Hanem annak is beti, most még be kell tiltanom, érted a izét,
A szülinapi köszönt, jaj, te annyit kaptam, nagyon milliót szok, betisztelek, bebecsülek, je vous aime, parce que vous avez, ja, várjál, miért mondom franciá, azt is betiltom, a franciázást. Az nehéz lesz. Figyelj ide, de be kell tiltani, nincs íz eljárkálás ide-oda, oda. Rendesen a kommunizmusba se volt, érted? Először is, ha nincs melód, akkor te közveszélyes munkakerülő vagy, leültetlek. Leültetlek, érted? A lényeg, a kátyút nem tiltom be, azt engedélyezem, mert az pénzbe kerül. Te, a lőlő nem, mert csinált egy új aszfaltos céget, hát miért nem aszfaltoz el a lőlő, érted? De nézek, hogy remegek? Anyukám, mint a kocsonya úgy. Csicskanya, le is veszem. Szóval mindent be kell tiltani, de a követő rajongó, azt kell neked tudnod, mert mink egy ilyen betiltós ország lettünk, haláljuk, képzeld el, hogy most azt mondták, azt olvastam, hogy a pedagógus sem használhatja, csak korlátozottan a mobilját. Anya kórházban van, nem hívja föl melóból, érted? Szünetbe. És akkor ez mellett, várjál, ez mellett, a betiltás mellett, majd el kell kezdenünk följelentkezni. Az is egy nagyon jó elfoglaltság. Például, ha meglátod, hogy a matematika tanárnő szünetbe fölhívja az anyukáját, akinek éppen epeműtéte volt, akkor te följelented az igazgatónál, hogy a matematika, és megmondod, jó, üdvözlöm, jó napot kívánok, Szakály Bolya vagyok, névtelen bejelentést akarok tenni, Kovács Kati, vagyis Kovács Lászlóni matematika pedagógus ellen, fölhívta az anyán szünetbe. Érted? Utána rovót kell kapni. Szóval el kell kezdenünk, mert a betiltáshoz hozzájön a följelentés. Ez a kettő együtt jár, érted? Mert tudod, hogy tilos, hogy megszegte, akkor jelent el. Ez így van kitalálva. És gyönyörűen fog minden működni. Úgyhogy, érted? Rendet, csendet, fegyelmet. Ezt tudom neked mondani. Hallod, hogy mi jön még? Én nem tudom. Elment a eszük, érted? Egyszer jó lenne már fölébrednünk ebből a rémálomból, amiben itt 15 éve ringatják az embereket. De hát mindegy, ne háborogjál, mert a háborgást is betítom. Nem azért van itt a rendeleti kormányzás, anyukám, hogy te itten háborgassad magadat. Jó pofa vagy, Erzsike, maradjál ott, mert téged is betítalak. Az egész DHL-t betítom, ne szállítgassál! Azt a mindenit, anyád úristenit. Csaka! Várjál már, követő rajongó, tartsad már egy pillanatra nekem a vonalat, mert most Gerard, de az nem... rongyolok az etelébe, be kell rongyolnom az etelébe. Először is azért, mert ott van egy Pick and Kloppenburg. Meg akarom nézni, érted, hogy jó nézzek ki. Hát minden lötyög rajtam, ilyen lötyög a Cilla. Figyelj, de nem is ez... Ne... A izét akarom, el akarom hozni a kuponfüzetet a ettelő. Várjál már egyenesen, mindig itt a 11-ben, de sem te, mint Corleone-ba eltűnök egy pillanat előtt, Gerardhoz. És meg ki akarom próbálni, mert letöltöttem ezt az applikációt a telefonomra, és akkor az ilyen felismeri egy csomó kedvezmény, vagy izé, a vásárolsz, az fölírod, leírod mindent, és most kíváncsi vagyok, hogy beregisztráltam a kocsinak a rendszámát, hogy beengede. Érted? Így nyílik a sorompó. Állítólag beenged. Reklám! Mert tudnod kell róla, kedvezmény van, kupon, ejte, izé van, Etelefest. Hallottál már róla? Mert most akkor hallol. Érted? Etelefest lesz. És akkor mindenre megy a kedvezmény, lökik rád a kedvezmény. Iskolavásárlás, minden. Ott van a izé, van egy libri, és oda akarok bemenni, meg tudod, mit csipálok nagyon a etelében, mert az nincs, az nem sok helyen van, Müller. És a Müllerbe is be akarom robbantani magamat, tudod, ez ott lent van, figyelj, és tudod, na, van VIP-vécé. Rád jön a Szapi, menj a VIP-be, 100 ér, ne foglalkozz semmivel, érted? Halál, várj, és a Benji is itt van, az most Benji, most mindjárt, várjál, megnézem, hogy hol a Benji. Halmajobb, mert a Benjim az úgy, ahogy van, be van zárva, úgy látom. Na jó, hát ez szájé. Jó, igen, én meg mi? Tudod, én itt a izén szeretek parkolni, a tetőn. És ez itt oldalt van, itt jöztök be. Fú, na most nézzük, hogy a letöltés hogy sikerült.
Tudod, miért jó a tetőn parkolni? Kapaszkodjál meg, megmondom miért. Mert egyből ott vagy a kajárdáknál, meg a mozinál. A mozinál. Aha, azt mondja a prémium. Hát a prémium az nem vagyok. Most kinyissa el magától, vagy sem? Ez a nagy kérdés. Igen. Oda néz. Láttad? Meg sem mozdultam, anyám. Le van töltve a applikáció. Ezt muszáj az Etele applikációban annyi izgalomban gondolhatod. Úgy ver a szívem tőle, hogy még, érted? Az applikáció. Te már annyi applikáció van, mint igen a csillag. Állandóan csak azt hallgatom. Milyen jó kis kani applikálódott itt ki nekem. Várjál, itt van. Fogod magad, parkolj az appal. A második óra ingyenes. Nézd meg. 500 az appal. Annyi, kijössz, akkor majd ezt belököd. Ennyi. Beütöd a rendszámot, és akkor már fizetel. Etelte, fizetel. Ennyi a feladat, és jöttök velem. Ezt mondtam, a Etele gasztró. Jó, ez, és figyelj, olyan tisztán, én megmutatom a liftet neked. Tehát ez egyszerűen, ez a legminőségibb áruház. Azt mondja, mink itt vagyunk, hát a You Are Here, ez a food, izé, food court, és akkor ide megyünk a Libriez, ezt a visit számá. És akkor is azt mondja, Zara, H&M, Stradi Fashion, minden Fashionbe vagyunk, Elman, ide jövünk, a Peek & Cloppenburg, és ez látod, első-másodikon van, itt egy Gap üzlet. Na, hol a kuponfüzet? Várj, keressed már meg. Azt mondták nekem, hogy Cilla a Librihez gyere. Nézd meg, és kirakta a kutyatálat. Nézd meg. Üdvözlünk, köszön, örömünkre szolgál, hogy segítettünk, kis kedve, és friss víz. Aha, ja, várjál, itt van. Aha, hello. És azt mondja, hogy ez lesz, kérlek szeretettel. Most ide, nézzel. Azt mondja, Etele macis kincskereső. Fedezd fel az Etele pláza piros mackóit, igen. És ezt mondtam, az Etele festet, és ez a kuponfüzet. Erre kell neked rárepülnöd. És itt vannak az ízé kedvet. Általában 15%. Báv, oda néz. Azt mondja, bortársaság 20%. De ez csak 12 és 15 között van, úgy emlékszem. Ezt majd azért meg kell nézni. De itt van 30-at. Nézd, kontúr 50%. Klersz 30%. És mindenhez. Tehát ez most az Etele napok, Etele fest, tehát most indul. De ja, várjál robottal csacsogna. Nézd? Nézd, és magyarázd neki. Halál aranyos. Úgyhogy ezt most ezt magamhoz is vettem, ezt át akarom otthon nézni, de gyere el, röpülj rá egy ilyen kuponfüzetre, érted? És, ha, ja, és az a jó, hogy nem fogsz, tudod, mert amikor vannak másnak ilyen kuponnapjai, ha megőrülsz, megvadulsz, olyan tömeg van, nem lehet megmozdulni. Ez most viszont egy halál, jó lesz, 12, ja, ott van 12 és 15 között. Készen. Engem ezt most leszek kedves beengedni a izében, Peek & Cloppenburgba. A Peekbe megyünk. Menj a Peekbe. Már fölrongyoltam a moziba, mert meg akarom majd nézni, tudod, lesz ez az új Joker film a Lady Gaga-val. Ja, nem is ez a lényeg, várjál már, nem is ez a mona. Tudod, ez a, ott van a prémium, látod ott a prémium mozi, de én itt lent vagyok, de nem ezt akarom mondani. Online vásárol, hagyjál már. Kézzeld el, hogy van nyereményjáték majd most. Tudod, most szülinapos a Etele, ez is. Hát, oké, mindenki öregszi, nem? Csak neked van szülinapod, a Etelének is van szülcsinapcsia. És azt képzeld el, most ilyen levonul a Cilla, várjál már, hogy áll a gallérom, hát olyan csinos voltam pedig még a nézd ezt a kilátást? Hallál, jó. Na, nem ez a lényeg. 12-15-én Etele fest. Képzeld el, hogy ha nem kell sokért, 10 rongyé vásárolsz, utána fogod a blokkot, te azt megvetted, 12-15 között, föltöltöd a applikációba, amivel kiidegellek, hogy a applikációba töltögessél, főtöltögetel, és utána képzeld el, hogy erre az új filmre, amit mondtam, erre te meg leszel hívva, filmsztárként fognak, pezsgő lesz, svédasztal, minden, hozhatsz magaddal két főt, ezt nyerheted, tehát a Etele az még egy ilyen nyereményjátékkal is bepuposítja magát, úgyhogy meg kell nézni, mondom, ezt az applikációt,
nyeremény van, szülinap van, etelefesz, minden, minden, minden. És engem meg most elengedel, mert itt a Mezopotámiába akarok valami jó kis kaját tenni, érted? Vagy a humuszbárat meg kell keresni a Cilának. Jaj, ez kis kutyája van a kaninak, nézd oda, hozza a tacskót.